A több sportágban is fellelhető ígéretes tolnamegyei tehetségek között is az egyik, hanem a legkiemelkedőbb a szekszárdi asztali teniszező Nikos Kizakis. Még csak most lesz 14, de a kisiskolás kora óta a sportága bűvkörében él, tehetségét a volt NB2-es játékos édesapjától, Kizakis Georgiosztól örökölte, aki mindent megtesz azért, hogy gyereke tehetségehez méltó nagy karriert futhasson be. Alig van olyan nap, hogy ne edzene gyakorolna a srác, aki bizony kinőtte a lakóhelyhez közeli és távoli edzőpartnereket is, már édesapját is régebb óta. A saját korcsoportjában országos második, de összesített serdülő ranglistán idősebbek ellen versenyezve is igen előkelő helyet foglal majd el. A vírushelyzet ellenére szinte végig dolgozta a tavalyi évet is a kis Nikos, aki, és ez fontos, fizikailag is előrelépett. Apukám egy hétig keresett edzéshelyet, és igazából csak egy hetet hagytunk ki, amíg keresett, és utána végig játszottunk egy héten ötször. Képzettségi szintje megengedte, fejlődése egyenesen megkövetelte, hogy magas szinten felnőttek között versenyezzen. Az NB2-es Bonyhádi Vasas erre eddig remek lehetőséget biztosított. De Nikos már úgy tűnik, őket is kinőtte. A debreceni EOC NB1-es csapatában szerepel tavaly ősztől. És hogyan? Arról mindent elmond a kisrác, több mint 50%-os győzelmi mutatója. És Debrecenből kaptunk megkeresést egy NB1-es debreceni asztali teniszklub csapatától, és jelen pillanatban tavaly ősztől Debrecen NB1-es férfi asztali tenisz csapatában játszik. Megmondom őszintén, kicsit félve indultunk neki az NB1-nek, mert ez egy úgy megmérettet és idegen játékosokkal játszik, akiket még nem ismer. Én úgy gondolom, hogy az őszi szezont az január végén be tudtuk fejezni, a tavaly őszi szezont, és a mutatói alapján 57%-kal én azt gondolom, hogy ragyogóan vette ezt az akadályt. Persze, féltem, de tudtam, hogy erős vagyok, és mindenkit meg lehet verni, és mindenki ellen úgy álltam oda, hogy meg akarom verni. A szakemberek remélik, fizikálisan is fejlődik tovább, erősödik a szekszárdi tehetség. Szántosi Dávid, Lej Balázs, és egy már itt született kínai srác, no is persze a ranglistán második Nikos Kizakis. Remélhetőleg a nevezettek a magyar férfi asztali tenisz legújabb kori történetében külön-külön és együtt is új fejezetet írnak majd.